Falunapot rendeztek szombaton Zalamerenyén. A program a népi kultúra ápolása köré épült, így helyi és környékbeli egyesületek mutathatták be produkcióikat az érdeklődőknek. Évtizedes hagyománya van a falunapnak a községben. A szervezők tartottak attól, hogy az év legmelegebb napja elriasztja a helyieket a részvételtől, ám már délután szép számmal jelentek meg a merenyeiek és a környékbeli lakosok. A résztvevők között voltak balatonmagyaródiak, hiszen a két település között szoros kapcsolat alakult ki az elmúlt években. Többen vannak Balatonmagyaródról, akiknek zalamerenyei gyökereik vannak, és fordítva is, tehát ez nem egy deklarált testvértelepülési, hanem az érzelmek és az együttműködés alapján alakult ez így ki. Balatoni partnak minden öreg gyárfajátok, nevedben a víz, mert titkod egy gyárfakirkébet, de még mi ebben a szívem közepébe. A fellépők között szerepelt a Mura Dance Club, a zalakarosi Rügyecske tánccsoport, valamint a Balaton-Magyaródi Kendermagos dalkör is. Utóbbi egyesület Balaton környéki népdalokat adott elő. 2014. januárjában alakultunk, általában fontosnak tartjuk a hagyományok átadását és megismertetését a fiatalok körében is, és nagyon szeretjük egymást, és nagyon szeretünk összejárni. A helyi dalkör többször is fellépett a nap során. A formáció különlegessége, hogy repertoáriukban a népdalokon kívül más műfajokat is igyekeznek becsempészni. Berkeny és Lászlóné csoportvezető az eseményen elismerést vehetett át, amely szerinte a dalos társai által létrehozott csapatmunka eredménye. Egy nagy család vagyunk, és tényleg nem munka számomra, mert nagyon-nagyon szeretem csinálni. Tehát ez úgy hobbi, de ez egy rossz kifejezés, legalábbis nem fedi a valóságot az én esetemben, mert szívvel lélekkel nagyon-nagyon régóta vezetek népdalkört, ezt a merenyei népdalkört 2016 óta tartom össze egybe, és látszik az előadásainkon, a műsorainkon, hogy vidáman, jókedvel és szívvel, lélekkel csinálja mindenki azt, amit csinál. A fellépők kora estig váltották egymást a zalamerenyei falunapon.